Sziasztok, Csebe vagyok, és elérkeztünk a Drómáír 2016-os kiadásához. Ebben a videóban le fogom rajzolni, illetve el fogom mesélni, hogy mi történt a csatornával 2016-ban. 2016 átlagosan indult, január 1-én 110 000 feliratkozón volt, és az év elején nem volt túl sok videó, de voltak videók. Az év első népszerű videója az Erre is képes egy okostelefon című videón volt, amihez egyébként tartozott egy kis videó is, amiben dubstep zenére kalapáltam. Április 1-én, azaz bolondok napján csináltam egy vlogot a Minecraft nevű játékról, viszont németül. Ez pedig káoszt és pánikot okozott, így 2700 dislike-ot kaptam erre a videóra, ami rekord mennyiség a csatorna történetében. Miután kimagyaráztam magam, hogy ez csak egy április 1-i szivatás volt, folytatódhatott az év. A hónap végén megrendezésre került a budapesti Play-it, ahol részt vettem, meg volt a szokásos dedikálás, találkoztam veletek, kaptam egy kupát, és ettem sütit. Nagyjából ennyi volt. Júniusban elkészítettem az egyik legnépszerűbb videómat, a Hülyeségek az interneten 6. részét, aminek mára több mint 500 ezer megtekintése van. Az OVS fesztiválon is részt vettem, viszont az egészből csak annyira emlékszem, hogy ott áldugálok, autogramokat adok, fotókat csinálok, mindez több óráig. Júliusban következett az év legnagyobb projektje, illetve életem egyik legnagyobb kalandja, a Balabord. Ennek során Gergely barátommal 6 nap alatt megkerültük a Balatont longboarddal. Minden nap volt erről videó, és ezt minden nap fel is töltöttem a YouTube-ra. Az egész nagyon fárasztó volt, ugyanis egész nap longboardoztunk, majd pedig estétől egészen hajnalig minden nap videót vágtam, lefeküdtem aludni, fölkeltem, és kezdődött az egész előről. Tényleg nagyon fárasztó volt, viszont egyáltalán nem bántam meg. Örülök, hogy megcsináltuk, jó volt, és ma is nagyon szívesen emlékszem vissza rá. Aztán a nyár folyamán még volt pár videó, illetve történt egy elképesztő dolog, amit valószínűleg a legtöbben észre sem vettetek. Csináltam egy gameplay videót. Ezt a videót a Kihalt Gameplay csatornámra töltöttem föl, és a Rust nemű játékkal játszottam benne. Nagy visszatérést terveztem, de aztán nem lett belőle semmi, nem csináltam több videót, és nem is gondolom, hogy a közeljövőben csinálnék még gameplayeket. Szeptemberben elkezdődött az utolsó évem a középiskolában, ennek egyébként örülök, viszont ez tavasszal jó sok energiámba fog kerülni. Őszintén szóval úgy gondolom, hogy az ősz és az év vége nem annyira sikerült jól a csatorna szempontjából, mert nagyon kevés videó volt, ezek között túl sok volt a szponzorát, és nem is sikerült mind olyan jóra. Megrendezése került az őszi Play-it, ahol egyébként nem voltam ott, de gondoltam megemlítem. Decemberben megtartottam életem első előadását robotokról és a mesterséges intelligenciáról, itt Kecskeméten több mint 300 ember előtt, és jól sikerült. Ennek örültem. Évvégén volt egy karácsonyi hülyeségek az interneten, illetve megvolt a szokásos mézeskalácssütés, ahol megsütöttem a világ legszebb mézeskalács monalizáját. Most pedig elérkeztünk 2016 végére, összegezzünk. Idén 32 videót csináltam, és amit néztek, az a 33. Összesen több mint 13 millió kattintás érkezett a videóimra, illetve idén több mint 85 ezeren iratkoztak fel, szóval most már nagyon közel állunk a 200 ezerhez, egyébként ennek a megünneplésére már vannak terveim, de ez a jövő zenéje. Tavaly azt mondtam a Drómáírben, hogy 2016-ban több videót akarok csinálni, mint 2015-ben, viszont ez nem sikerült. Most inkább olyan célt tűzök ki magamnak, hogy legalább ennyi videót csináljak, viszont azok mind legyenek jók és a csatornához illőek. Illetve 2017-ben szeretnék végre újra egy interaktív videót is csinálni. Én mindig izgatott vagyok az új év miatt, 2017-et is várom, viszont ennek az évnek most vége, a videónak is vége, nektek pedig boldog új évet kívánok!